Tanácshoz tisztelt birkózó, engedjék meg, hogy a Marja Vilmos olimpiai barátok ön nevében tisztelettel köszöntsek mindenkit, de külön szeretném köszönteni asztalnál ülő személyeket. Macsa Péter urat, azt külön gratulálok, a Magyar Birkózó Tanácshoz ügyvezető alelnöke lett, az a többi olimpikon, rendezkedőjéről nem sorolom tovább, csak szeretném köszönteni, és sok sikert kívánni munkájához. Módos Péter, Gondolik Péter, Tartas Péter, Olimpiai Bajnokunk, Tartalának Olimpiai Bajnokunk. Egyszer rábeszéljük, hogy jöjjön ő is lakni a kerületbe, mert a többiek már kerületiek, tehát ez még, ehhez még időkben meg a felesége és a lánya jóváhagyása. Úgyhogy őt is köszöntöm. Köszöntöm Győr Bélát, a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának. Ezek után átadnám a szót Rizs Tamásnak, vezetőségi tagjának, aki moderátorként vezeti a mai találkozót. Szeretettel köszöntöm mindenkit. Régen volt ilyen szép számú közönségünk, hogy jövő végignézni. Úgy látszik, hogy a birkózás nem csak érmek számában népszerű, hanem közönség számára is népszerű. Egy kicsit részletesebben mutatnám be a vendégeinket. Pontosabban egy vendégünket, a többi pedig, Tamás is mondta, kerületünk lakói, úgyhogy ők nem vendégek, hanem itthon vagytok. De szerintem Varga János sem számít annyira vendégnek, hiszen nem először volt már a Marja Vilmos olimpiai baráti körében. Varga János szeretném bemutatni, akkor elsőként ő jött legtávolabbról közénk. Olimpiai bajnok, kétszeres világ és kétszeres Európa bajnok, jelenleg a legeredményesebb élő magyar birkózóról van szó. Örülök, hogy itt van és köszöntjük szépen, hogy eljött közé. És akkor utána innentől kezdve jönnek a kerületi birkózók, akik mind Péterek, ami ugye mit jelent, vagy az van, hogy minden birkózó Péter, vagy minden Péter a birkózó lesz, én nem tudom, hogy hogy van ez, pedig a kerületi birkózó egyesületnél elmondják. Farkas Péter, olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és Európa bajnok birkózó. Akiről nem mellesleg azt is el kell mondani, hogy ő az egyetlen olyan olimpiai bajnok a kertváros sport történetében, aki itt született, itt nőtt fel, itt lett olimpiai bajnok, és mind a mai napig itt él közöttünk. Úgyhogy köszönjük, hogy itt vagy. Most találkozunk veled először így nyilvánosan. Örülünk, hogy itt vagy, és ezt még inkább hangsúlyosan mondanám. Korban mennék, ugye egyet ugrott arra, hogy Péter, következő Péter, Bacsa Péter, akiről szintén azt kell tudni, hogy már legtöbbször öltönyben látjuk, és mint egy sportdiplomatákkal úgy öltözve, de valamikor ő is birkózott, a Füller árulja. Méghozzá nem is akár volt, sokszoros válogatott birkózó volt, Európa bajnoki bronzérmes, világbajnoki ötödik és olimpikon is, Atlantában volt kint. De hát emellett ugye nemzetközi versenybíró, és ahogy a Tamás is mondta, nem olyan régen az új birkózó szövetség ügyvezető elnök helyettese. Alelnök. Pontos, hogy alelnök, hogy hi nevezik. Tehát gyakorlatilag a mindennapi feladatokat ő látja el a birkózás, hogy erről is majd szót fogunk ejteni, úgyhogy köszöntünk szépen, hogy itt vagy. És akkor az utolsó vendégünk, aki már nem először van körünkben, Módos Péter, aki szintén már nem itt lakik a kerületben, de kötődik a kerülethez, hiszen a kertváros esélynek a versenyzője. Róla is azt kell tudni, hogy ki volt Londonban, elmondta Tamás, olimpiai bronzérmes volt, emellett világbajnoki bronzérmes, Európa bajnoki ezüstér bronzérmes, és nagyon bízunk, hogy ez az érem kollekció itt nem zárul le, és kint lesz jóban, bár nagyon megijesztett bennünket, hiszen ezzel a felszereléssel jelent meg, ami most is látható rajta, de majd mesél, hogy mi történt vele. És akkor, mert sokan vagyunk, és nagyon sok ember a sokféle dologról tud beszélni, ráadásul, hogyha évtizedekben nézzük, akkor hihetetlen gyakorlatilag fél évszázad birkózásra vagyunk most körülben, és ha jövőről beszélünk, akkor az még lehetne több is. Úgyhogy én nagyon gyorsan próbálok így pontokba szedve, ugrálva a korba, meg a történelembe, a részletekben nem elvesztve beszélni, mert hiszen szerintem sok kérdés lesz a közönség köréből is. Úgyhogy én nagyon gyorsan azt szeretném, hogy hogy kezdődtek el ezek a pályafutások. Én összeírtam Varga János Abony, ha jól tudom, ugye Bacsa Péter Dorog, a birkózás,
Farkas Petivel a beszélgetés Sashalom, és Módos Péter Szigetvár. Tehát ugye én csak település neveket említettem, na de ahogyan, azt majd ők elmeséljük. Varga János is, mert egy mikrofon lenne, ami kézről kézre járna. Abony. Jó, bekerül, közeket. Szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, jó mondtad, hogy Amonyból kerültem Budapestre. Tulajdonképpen Amonyban Skultéti Sándor bácsi volt a nevelőedzőm, testvérem tanár. Hát mondhatom azt is, hogy kiváló pedagógus, szinte majdnem azt mondom, szülő is, mert úgy kezdett bennünket, hogy kiváló módra. Ő volt az, aki Amonyban tulajdonképpen megszervezte a birkózást. Ceglédről a menőket, a rezágot, a gallát, gált átívták ilyen bemutató birkózásra 1953-ban. Na most, hát én akkor még elkerültem a birkózó tervet 55-ben. Sai bácsi addig beszélt, hogy jó van, lemegyek, mester. És akkor, mikor lementem, jól kiporolták velem a szőnyeget. Aztán, mikor befejeződött az edzés, nagy hibben kerültem sokáig. Majd, amikor többször találkoztunk, mindig mondta, hogy hát miért nem jöttél? Hát mondom, hát Sanyi bácsi, valahogy másképp oldják meg a szőnyegporolás nevelem. Ó, a szőnyeze, hát majd megtanult te is a fogásokat, és akkor már könnyebb lesz a helyzet. De most ugye ahhoz, hogy kezdő birkózók, meg fiatalok voltunk, Sanyi bácsi mindenkitől kért szülői beleegyezést. És akkor édesapám az elég humoros ember volt, és akkor írt, hogy kedves tanár úr, engedélyezem, hogy a fiamból bajnok jelölt legyen. Hát túl sokáig nem kellett várni, mert már 55-ben kezdtem én el a birkózást, 57-58-ban már 4-szer ifjúsági magyar bajnok voltam. És akkor mondták, hogy hú, a Varga bácsi tudta, hogy milyen gyereket gyártott. De aztán 59-ben második voltam a felnőtt magyar bajnokságon szabadulás. Tehát tulajdonképpen az egész indulást abonnak köszönhetem. Úgyhogy a mai napig is lejárok, mert hát díszpolgár vagyok Amonyban. És hozzá kell tenni Varga János, ezt épp akartam el sütni ezt a poént, Varga János úgy díszpolgár Amonynak, hogy előtte egy díszpolgár volt Kossuth Lajos, úgyhogy a második Kossuth Lajos jött el Amonyban. Tulajdonképpen abban az időben ketten voltunk díszpolgárok Amonyban, a Kossuth Lajos, és utána én jöttem. Tehát ilyen kollégám volt. Ketten elfértünk abban a rancsóban. Jó éreztem magam. Hát köszönjük szépen, Amonyban büszkék, de nem csak Amonyban, hanem azért másról is büszkék Varga Jánosnak a sportpályafutására, de ugyanúgy büszkék Farkas Péter sportpályafutására itt Sashalmon és sokfele is. Péter, neked hogy kezdődött? Szeretettel köszöntök mindenkit. Nálam ez családi hagyomány, édesapám is birkózott, úgyhogy ez kötelező volt. 9 évesen itt a Vasasban. Annak idején Nándi bácsihoz és a Kósz Lajos bácsi volt az edzőm sokáig. Aztán a Vasasból elkerültem, eltanácsoltak, mint tehetségtelen. Akkor átkerültem a Gazmárokba, ott egy 8 évet lehúztam, ott sajnos a Gazmárok megszűnt. Akkor fölkarolt minket a Spartakusz, egy időben még a Honvédban is jártunk, még amikor mászott kötélre. És utána a Kocsis Ferivel átkerültünk az UT-hez, és azóta is ott vagyok versenyző. Köszönjük szépen!
És a korban, nem ugorjuk, a legfiatalabb mindig a legutolsó, ő a visszavarásnak ezt a különbséget. De egyébként itt nagyon kicsi a különbség a két nagyobb Péter között, ezt én is ellenőriztem az előbb, hogy születési dátumokat itt, hogy szinte kortársak vagytok, és egyik versenytársak itt megvettem. Igen, mindig is csodáltam, ugye egyik példaképpen Farkas Péter volt, és amikor ifjúra láttam ezt a kidolgozó felső testét, vékony derekát és kúmos sorlónál, gondoltam, hogy bárcsak egyszer jöjjünk haza, van benne mindenki. Visszatérve a dolog gyerekkorra, én is családindítatásból kezdtem el birkózni, édesapám akkor kezdte el az edzőséget Dorogba. Dorogon komoly birkózás volt a két világháború között, aztán utána sokáig szünetelt, és ő kezdte újjáéveni a birkózást. Egy tehetséges csapatot szedett össze, ennek voltam a kevésbé tehetséges tagja, akikor aztán nagyon sok, tehát Dorogról az elmúlt 10-15 évben több mint 10 felnőtt és utánpótlás világversenyes érmes versenyző jött ki, és nagy részük édesapám tanítványa. Aztán talán itt át is kapcsolatodik Módos Péterhez, hiszen ő is kötődik többé-kevésbé édesapámhoz is, hiszen neki is nem csak életem volt, hogy tehetem át, hogy szívodikottam, mert én sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát az én történetem is családi hagyomány volt a birkózás. Gyakorlatilag minden férfi tag birkózott valamennyi ideig a családban, de sajnos édesapám egy betegség miatt nem sokáig bírt. Így nagypapám hatására kezdtem el ugye a birkózást, aki a nevelőedzőm is volt ott Szigetváron. Gyakorlatilag amikor úgy céltudatossább vált talán a birkózás, az 92-ben volt pont a Farkas Peti és a Repka Attila, amikor nyert az olimpiát, akkor döntöttem el én is, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, és hát mint példaképeim is a birkózásban mai napig is úgy tekintek arra az időszakra, hogy igazából az alkozta meg a pályafutásom elejét. Nyilván akkor még csak álom volt ez, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, ez a mai napig már célommá vált. Én most is úgy vagyok vele, hogy azért edzek, hogy ez valóra váljon. Nyilván a londoni bronzéremnek is örültem, de azért nem elégedtem meg vele. És igazából 2000-ben kerültem föl Budapestre, ugye akkor lettek a mostani edzőim is, a Bacsak Ferenc, Trubás György és Takács Ferenc, a mai napig is velük dolgozom együtt, és hát reméljük, hogy Rióig sikerül elérni ezt a célt, amit tűztünk. Vagy fölgyújtottad a labdát magasra. Módos Péter talán másfél-két évvel ezelőtt ugyanebben a körben kijelentette, hogy olimpiai bajnok akar lenni. Nem azt mondom, akar lenni. Erre egyébként azt álljunk is el, hogy neked van egy kis titkod is itt a pulóvered alatt a szíved fölött, amit talán mindenki tud. Igen, van egy olimpiai ötkarika, ami igazából London után kiegészült, mert ugye a szívem alatt van. London után alá került az az angyal is, ami az érmen gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint hogy az olimpiai érem lenne ott. Hát olimpiai bajnok azért nem könnyű lenni, szerintem itt a körülbelül vendégek is meg tudják erősíteni. Hát egyrészt a saját példájuk alapján én azt szeretném kérni Jánostól is, és azt szeretném kérni Pétertől is, hogy mondják már el, és tanácsként adják Péternek, hogyan kell olimpiai bajnoknak lenni. Mi kell ahhoz? És mielőtt még Valmi János mondana bármit is, elnézést kérnek, én pár filmanyagot is felvettem. Sajnos arról az olimpiai bajnokságról, 68-ról nincsen, nem találtam felvételt, úgyhogy ha nem haragszanak, akkor én egy rövid interjú részletet, aztán mondjuk kiegészíti Valmi János a ügyeket, ezt hallgassuk meg. Én nekem mindig az volt a elképzelésem, vagy a hozzáállásom, meg az akarat erő, hogy fantasztikusan kidolgoztam magam. Nem a 4 órát, a délután 2, délután 2, a délelőtt 4-et, délután 4-et, vagy még többet. Állandóan csinyöttem a kötélen, a nyújton, a bordás korláton. Állandóan, hogy a kötelet azért másztam, hogy ha megfogom az ellenfél kezét, ott erősen meg tudjam fogni. És kérem szépen az olimpiánál is az volt, hogy zsinórba vertem a lépet. Szétszakadtam, szétvertem.
volt egy iraki gyerek, már előtte birkoztunk, vagy háromszor, négyszer, és mindig tusa vertem. Így kibe kell, vagy nem tudtam tusa megverni, de sok ponttal, és akkor nyakam búrott, hogy ne végre, nem kapott ki tussal. Aztán jött az olimpiai döntő, szintén a bácsival. Hát ott úgy támadtak még minden, hogy jaj, csak tussal ne verjem meg. De nem, gyerekek, birkozunk, én birkozó vagyok. Minden esetben biztonságosan birkozom. Még ha ponttal kikaptam volna is, első lettem volna. De mindegy, nem variáltam. Szépen, magabiztosan, nyugodtan birkoztam. A végén döntetlen lett, és hát a döntetlenben maximálisan élettem a jó. Úgyhogy abszolút annak köszönhetem, hogy mindig jó fő voltam készülve. Nem volt mese, még nincs is mese, mostanáknak is mindig mondom. Gyerekek, a állóképesség legyen meg. Hát ilyen egyszerű. De mégis hogyan lehet olimpiai bajnoknak nem? Hát szó szerint az a helyzet, hogy ahhoz, hogy az ember eredményt akarjon elérni, az önkarika az itt lebegjen előtte, meg a himnuszra gondoljon, meg az ászlóra gondoljon, mert aki nyerő, annak kiállnak ezek a dolgok. Na most, hogy kell oda az ember? Ahogy mondtam is, hogy nagyon keményen kell dolgozni, és akarat erőt. Ez fantasztikusan, az embernek elszálltnak kell lenni, fájdalomtűrőnek kell lenni, mert a birkózás az fájdalomtűrő sport is, mert éppen most nem kell messzire menni. Itt van a Péter, akinek most már harmadszor sérült meg a vállat. Műtve volt kétszer. És azért csak az van benne, hogy folytatom. Hát én is úgy voltam, hogy elképzelésem megvolt, és megvolt szerencsére akaraterő is, meg a szorgalmam is. Ezek feltétlenül szükségesek az eredményességhez. Borbély Jánossal kapcsolatban azért tudni kell, hogy neki is volt egy olyan periódus, amikor sok sérüléssel bajlódott, és a pályafutását ez igencsak megnehezítette, és innen kellett fölállni, és gyakorlatilag jutottunk el az olimpiai bajnoki címét. Igen. 63 után jöttek sorba sérülések. Sőt, hát úgy fejeztem be a 63-ot a világbajnokságon, hogy a szovjet Karabajevvel birkoztam. Hát ez mondanom kell, a szovjetek nagyon erős gyerekek voltak, csak az volt a szerencse, hogy azoknak be volt egy vagy esetleg két fogás gyakorolva, és ha azt nem tudták megcsinálni, akkor el voltak veszve. És hát én meg olyan birkozó voltam, hogy örök mozgó, mondták is ezt mindig. Ösztönbirkozva, így nevezték ezt. Hát, igen. Küzdeni, csatázni, és jó, összeráztam őket, hogy a végén már egy jó pár perc után már nem tudták, hogy merről a hék a teremtő. Akkor már könnyű volt eldobni őket, mert mire magához tért volna, addigra már repült. Úgyhogy, de úgy indult ez az egész meccs, hogy tulajdonképpen csinált egy szép levitelt, onnan forgatott, és ellenálltam, ő meghúzott, és hát elpalt a portán. Ha most oda mentem a Szilvási Miklós bácsihoz, mert akkor az volt ott velünk, mondom neki, hogy Miklós bácsi, úgy érzem, hogy baj van. Krákogós volt egy kicsit. Világbajnok akarsz lenni? Elmondom, igen. Szóval nézd, ott vár a pali, van a szölvétel, meg a meccs utában. Hát akkor, ha egy olimpia bajnok ezt mondta, akkor azt kell csinálni. Visszamentem. A végén olyan repülő napokat csináltam vele. Persze, amikor az akciót csináltam, ugye a orda egy kicsit úgy összeért,
és akkor jöttek a karikák. De hát, mikor be van melegedve az ember, akkor a nagy fájdalom is kis fájdalom. Ameg nincs olyan munkával az ember, akkor kis fájdalom is nagy fájdalom. Nem beszélve arról, hogyha a győzelem van, akkor meg aztán nem számít semmi fájdalom. Úgyhogy rohant be a mester, hogy na, mondjad, mi a baj? Na, most már semmi. Megnyertem a világbajnokságot, na most már semmi. Úgyhogy tulajdonképpen, ahogy mondtam is, hogy fájdalom tűrő sport, Petikén, tudod. És ki tudja még, hogy mi lesz, hogy lesz, mert még soká lesz a befejezés. Úgy addig még sok eredményt is kívánok neked. Köszönjük. Köszönjük pár évtizedet, mert ugye a birkózás is változott a 60-as évek óta sokat, 1992-ben. Egy Farkas Péter nevű birkózó, hihetetlen virtuóz birkózásra végrevett a világot. De az években nem csak az olimpián, hanem a világ és Európa bajnokságon így történt. Mi volt itt a titok? A titok kulcsa? Szerencse. Ilyen egyszerű, jó kod voltál, jó helyen? Ez így van. Ezért ennyi versenyen nem lehetett jó helyen. Tehát az nagyon fontos volt, hogy előtte a felnőtt magyar bajnokságon 90 kilóval birkóztam, akkor még kötőfogásban, és például a Bacsa Peti megvert, és ezért gondoltam, hogy nincs helyem, inkább lefogytam 82-ben. Tehát óriási szerencsére összekerültünk. Aztán a sorsolás is nagyon jó volt, jó idő volt, csinosak voltak a lányok, tehát mégis minden összejött. Azért Péternek, Farkas Péternek ez hogy sikerült, szerintem ez mivel közelebb van korban, meg tudjuk nézni, úgyhogy 92. Hát itt most Farkas Péter, azt hiszem, ebben a rettentő nagy magányában, amit ott a szőnyeg közepén érez, elérheti azt, ami még nincs neki. Elérheti, hogyha önmagát átadja ebben a küzdelemben. Az igazi Farkas, akit nem nyomaszt a tét, aki ki tud lazulni, és aki hideg fejjel tudja kontrollálni el az ellenfelét. Nagy tempót diktál az elején, és Farkas Péter testtartása ez a görg, tehát a passzív és a bíró ezért általában rögtön le is küldik őt elsőre. Egy pontot szerzett Stepien, és a kiemelésből hova, meddig jut el a lengyel vissza oda a szőnyegre, 1-0 arányban vezette át Stepien a következő pillanatokban, ezalántán, hogyha leküldik a lengyel, úgy is van, 2 perccel, de Péternek az emelése jól emelt tuplét, mit fog kitalálni, mivel ki tudja esetleg meglepni, esetleg becsapni ellenfelét. Kocsis Ferenc a szőnyeg szélén, az edzője a klubjában és az utéban, itt a válogatottnál nem bír az idegeivel, talál, el is dobja, kérem szépen, hát ez nem egy pontot ér, nem egy pontos akció, a megítélés másodperc, de hogy ez nem egy fontos akció volt, hát most egy újabb lehetőség Stepien leküldésével, ami már nagyon aktuális volt. 2 percben megjelent az óra és a kép alsó sarkában. Csak ugyanaz, mint az előtt, semmi más, csak ugyanaz, mint az előtt, az már pontot hozott, ugyanaz, mint az előtt, ugyanígy kellett volna, előbb is lefontolni.
méter, másfél perc, megcsinálja, hát ezzel már biztosítja, hogy nem kiabálok el semmit, az, hogy egy nyugodtabb utolsó percünk legyen, hadd mondjam így, 15 másodperccel a befejezés előtt, azt hiszem, újra elkezdhetünk nagyon, de nagyon örülni, úgy, mint amikor Kocsisnak és Lövénkinek örültünk 1980-ban, két aranyérmet szereztünk, egész más sorrendek alakuljának ki. Megfordulna sok esetben az érmesek sorrendje, helyezettekből érmesek lehetnének. Engedjék meg nekem ezt a kis megjegyzést. A 82 kg-ban nem hiszem. Még egy hírószt lekeverni, direkt megpróbáltam előtte, csak ez a fontos volt, amit a Dobor Dezső elmondott, az a mondat, mert ezzel gyakorlatilag Péternek válaszolom, hogy ez nem csak szerencsén múlik, hiszen a Dobor Dezső is azt mondta, ugye, hogy ennek így kell történni 1992-ben. Két dologgal azért tartoznák, ha már itt a Rákoszpálya 16. kerti kertvárosi gyilkozásról beszélünk, ugye elhangzott Péternek az edzője Kocsis Ferencnek, aki szintén Rákosszentmihályi kötődésű. A 92-ben már nem volt Rákosszentmihályi, de a családja mind a mai napig itt van, és a Szent György Albert Általános Iskola igazgatója itt is van, az is láttam, ugye az ő diásport egyesületi pont Kocsis Ferencről van elnevezve. Tehát még egy kötődés, és hát hadd mutassam már, mert véletlen raktam őt föl, egy birkózó hölgyet a háttérképnek, hogy akkor őt lássuk addig, amíg a fiúkkal beszélgettünk, legyen egy üdítő, volt nekünk egy színfolt, Barka Elmessel, aki Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes birkózó és egyetemi világbajnok, szintén kedveltünk lakója, úgyhogy azért a 16. kerület jelentős, most már jelentős hagyományokat tud felmutatni birkózás terén. Péter tanulsz, most már második instrukciót, meg ötletet, meg variációt kapott. Hát most jelentkeztem főiskolára, szeptember, tehát... Nem erre mondom, bocsánat, hogy hogyan egy olimpiai bajnok? Ja, az igen. Apa is tanulok. Hát mindenképp mindenféle tanást meg kell hallgatni, hiszen de viszont abból is mindenben más, mindig azt mondom. Szóval a birkózás is olyan, hogy mindig kérdezik, hogy hogy lehet jó egy birkózó, vagy hogy lehet... Én mindig azt mondom, hogy ez egyéni dolog, hiszen mindenkinek megvannak a saját tulajdonságai, a saját erényei, a saját hátrányai, és mindig azt kell nézni, hogy az ember hogy tudja a hátrányait az előnyeire fordítani. Így én mindenféle tanácsot megfogadok, és hát remélem, hogy jövőre előre fogunk. Hát akkor beszéljünk a hátrányairól, meg az előnyeiről röviden, ugye. Egyrészt változott a súlycsoportod, másrészt neked van egy erősséged, és van egy gyengéd is. Az erősséged ugye a birkózás terén azt tapasztaljuk, hiszen az érdeket ennek köszönhető, a gyengéd pedig az, hogy sérülékeny volt sajnos, ugye nem értem. Ez is mondjuk, hogy mi történt vele? Hát most hétvégén sajnos a versenyen indítottak egy fogást, ahol igazából tényleg egy olyan mozdulatból sérültem meg, amiből nem kellett volna, hiszen csináltak egy alámfordulást, onnan próbáltam megtartani, és akkor hallottam, hogy roppant a vállam. Akkor próbáltam belemenni, de akkor már nem bírtam, és így ráestem, és akkor még bele is húztak egyet, úgyhogy hát nem a legjobban sikerült ez a verseny, de
Igazából tényleg megpróbálok mindent megtenni most már azért, hogy ne sérüljek meg, nem mentem tavaly ki bundesligázni, tényleg azt az időszakot arra fordítottam, hogy beleerősödjek ebbe az új csoportba, és tényleg ezekhez az új szabályokhoz hozzá tudjak szokni. Úgy mondom, hogy azért jó is ment, mert tényleg javult az állásbirkózás, erősödtem is, nyilván még azért van mit erősödni, meg tényleg van mit azért tanulni. De úgy gondolom, hogy új irányba haladtam, és tényleg most egy ilyenben megint megsérültem. Az a baj, hogy én sem látom már, hogy mi lehetne hiba, mi lehetne változtatni. Mennyire súlyos a sérülés, hiszen most már orvosnál is jártam. Hát ezt még egyelőre nem tudom, holnap melyek a Béres doktor úrhoz, most készült róla egy emelt tegnap, amiben még nincs kiértékelve, hogy holnap délelőtt kiderül, hogy mennyire súlyos. Hát nagyon bízom benne, hogy nem olyan súlyos, hiszen nem szeretnék még egyszer késsel elfeküdni, már a sportolói pályafutásom során annyiszor műtöttek meg, hogy még egyszer nem szeretnék. Nem véletlenül beszélünk erről, mert versenyfutunk az idővel, ebben az évben már az olimpiai kvalifikáció elkezdődik ebben a sportágban is, meghozzá hogyan is, mint akkor a szövetség alelnökét kérdezném, vagy csak Péter, Kódos Péter, hogy hívhatunk az olimpiára, mit kell teljesíteni? Szerintem repülővel, mert jó, messze. Hát elsősorban szeptemberi visszatér lesz egy mellett, és egy minimum egy fél éves erős felkészülés után Las Vegas-i VB-n szintén repülőút, ott az első hatba kellene, hogy szerepeljen. Tehát az első hat a világbajnokságon automatikusan kvalifikálja magát. Ez a legkönnyebb út, hiszen onnantól kezdve lesz majdnem egy év arra, hogy felkészüljön az olimpiára. Míg a többiek egy-egy súlyban azért 40, sőt 50 fölötti létszám is vannak, tehát a többiek azok 2016 márciusában kezdik meg a kontinentális kvalifikációt, minden kontinensről két-két ember dob be. Tehát azért tudjuk, hogy a birkózás, különösen kötött fogás azért európai sport, tehát ott a legerősebb Európa, ott az első kettőbe szerepelni nagyon nehéz, és aki kimarad a kontinentális kvalifikációkról, itt még mindig egy 30 fős mezőnyről beszélünk, kettő darab kvalifikáció, világkvalifikációs versenye van, április végén és májusban, és ott az első három, utána pedig az első kettő, tehát a két döntős jut ki még a jó olimpiára. Itt kell megemlítenem, hogy a Magyar Birkózó Szövetség pályázott a májusi, tehát az első világkvalifikációs versenyre, reméljük, hogy pozitív döntés fog születni nem sokára. A májusban tárgyalja az új nemzetközi szövetség a helyszíneket, és ha minden igaz és minden sikerül, akkor Magyarországon szurkolhatunk majd a magyar srácoknak azért, hogy kijussanak Rióba, és hát reméljük, hogy a hazai pálya és a lelkes hazai közönség ne segíti őket. Hát Péter ezt úgy mondta, mint egy sportdiplomata, és ugye reméljük egy sportdiplomáciai sikerül is be fog hamarosan számolni, de én arra is készítettem egy kis felvételt, hogy ő tényleg valójában birkózott, és nem csak ölt ember ült egy körülben, úgyhogy most már ott is vagyok. Péternek is olimpiai mérkőzése. Jári! Nem tudom, hogy de hi! Valaki nem ismerné fel, hogy jelenlegi állapotában kék szín versenyző. Jó, mert Sáté, én láttam esélye, de rájtelek lesz. Ez a közönség soraiban valaki kóreai beszélni. Igen, ez az összes nem mondom. Szintén a kovácsolni. Kérni is Pétert, hogy akkor itt már kóreai alámondás van, hogy a magyar hangja legyen ennek a mérkőzésnek. Jó, emlékszem, ez a második fotóra. Sűrű kóra és ráncra. Csak annyit látni, hogy a Péter percről felszállt el, hogy
gyakorlatilag második körbe járunk, akkor ennyire kemény az ellenfél, és azok a centiről centire való haladás is, vagy a fogáskeresés is eltállítsák. Féltem sok, hogy szorosan megérsek a szorítőkodőben. Tudni kell róla, hogy a kondíció legendás volt, hogy kb. 20 másodperc után már a szárpányi kalasz vége. 97-ben volt egy szabálymódosítás a Nemzetközi Szövetségben. Onnantól kezdve a cipőfűzőt le kellett törni, és most már vékozó cipőt is úgy készülnek, hogy nincs cipőfűző. Ehhez én nagyra hozzájárultam, hiszen én minden mérkőzésen kétszer-háromszor észrevétlenül kikötöttem a cipőmet, hogy tudjak kicsit pihenni, úgyhogy valószínűleg a szabálymódosítás legfőbb okaim voltam. いずれにしましても判定で決まります。3分で延長時間が終了しました。韓国のキム・イク・ヒロ、ハンガリーのバクサの敗戦でした。2敗99%終了時、99%。8分の決勝戦の結果は、残り8分の決勝戦。2敗戦に進みました。キム・イク・ヒです。 Egyetlen győztes mérkőzés a Farkas Péteren volt az országos bajnokságban, az nem lett megrepítve az utókországnak. Sajnos ezt nem tudjuk megnézni. Bocsó Péternek ez a mérkőzése, amit elveszített egy nagyon szoros csatában, ez egy olimpiai mérkőzés volt, én szerintem ez önmagában egy hatalmas erről. A tapsot is és akkor, ha már így beszéltünk, és annyi birkózó felvételt megnéztünk, és megmondom őszintén, volt már ebben a pár pillanásban is néhány olyan pillanat, amit szerintem nem biztos, hogy maga Dobor Dezső is mondta, hogy másképp kellett volna pontozni. Körülben van két nemzetközi versenybíró is, úgyhogy egy kicsit a sportágnak a kulisszái mögé tekintsünk be. Ez egy szubjektív sportág, kívülről legalábbis úgy tűnik közben, meg nem, mert az objektív dolgok alapján mérik. De hát rengeteg olyan mérkőzése volt Balga Jánosnak is, Farkas Péternek is, szerintem a másik két Péternek is. Akkor kezdjük akkor megint Balga Jánossal a sor, ugye ez a Bacsiot is hallottuk, mint ellenfelet, meg a 72-es olimpiát szerintem, ha felidéznénk, mert két olyan mérkőzés volt a romániai Európa-bajnokság, meg a 72-es, bocsánat, ami 67-ben volt a világbajnokságon, hogy tulajdonképpen van egy olyan mondásom, hogy a birkozónak három ellenfele van. Első a súly, 5-6 kilókat, hetet le kell fogyni, a második ott a bíró, azt is valahogy meg kellene győzni, a harmadiknak meg ott kellemetlenkedik még az ellenfél is. Szóval, hogy ezt a háromat mind meg kell lenni, vagy győzni, úgyhogy nincs mese, az elszántság, az akarat erő. Ezt mindenkor hangsúlyozom, hogy azon rengeteg múlik. Amikor meg fárad is az ember, akkor meg jó, tele kell egy párszor szívni magát oxigénnel az ember, kicsit felfrissül, és az ellenfél majd csodálkozik, hogy honnan vette azt a plusz erőt. Hát innen, az oxigénből. Akkor a két mérkőzés azért visszatérnénk, akkor az egyik akkor 67, Románia, a másik pedig 70. Igen, 60, és a világbajnokságon ugye, hát nekem mindig olyan jó szerencsém volt, hogy a döntőt a román bácsival bírkoztam 67-ben, én akkor született nekik egy csimota, és hát annak kellett a születésnapi ajándék az aranyére. Úgyhogy én akár mit csináltam, az érvénytelen volt, azt nem vették észre, mindent a bacsi javára írtam. Úgyhogy ez volt az egyik. A másik 72-ben az olimpián, ott megint ilyen szituációba kerültem, hogy a német Weiner kerültem össze. Hát előtte az Európa bajnokságon megvártam, hogy 25. meg nem tudom mennyi ponttal, a végén tussal. Na most itt, hát ugye román vezetők megint ott voltak, az volt a zsűri elnökem, a Bárti bácsi,
és volt még körülbelül 5 vagy 6 másodperc, vagy 10, amikor leállították a meccset, és mondták, hogy leléptetnek. 7-3-ra vezettem, és azt mondták, hogy passzív vétkozási. Akkor is egy gyerek a jövőben volt dobásra. Tehát megállították meccset úgy, hogy mert így a két tulajdonképpen döntő meccsemet elvettek. Itt is mondhatom, hogy az olimpián nem megvertek, nem kikaptam, hanem elvették. És hát egy leléptetés az 4 hibapont. Volt 2 hibapontom, mert 2-szer győztem pontozással is, meg túlsak is győztem, de a 2 pontozással győzelem az 2 pont, és meg a leléptetés 6, és ott megálltam a 4. helyre. A finn gyerek, akit megvertem szintén, az került be 3., én meg 4. Hát igen, szabály. Péternek is van egy hasonló története, ugye ezek meg hasonló 1996 budapesti Európa bajnoksága, amelyek a döntőjét Partos Péter egyszer megnyerte, egyszer meg elveszítette. Hát hogy lehet ez? Óvtak a törökök, és videón visszanézték, és ott máshogy látták. De ez még így is jó volt, hozhattak volna egy ennél rosszabb ítéletet is, ha újra kell birkóznom azt a meccset. De ahhoz képest még ez is jó volt. De ebben most nem is rosszul esik, de ami furcsa volt egy kicsit, mert tényleg most ezt a pörgetést, ezt lehetett egy pontnak ítélni, lehetett 2-nek, tényleg berogyott a könyököm, akár meg lehetett adni a töröknek. De azért, hogy egy ilyen óvást itt Budapesten ennek helyt adjanak és megváltoztassák az eredményt, tehát most fordított esetben, hogyha ugyanez a meccs Isztambulban van, és én csinálom, az biztos, hogy nem változtatták volna meg. De egyébként a bírónak sincs könnyű dolga, tehát hogy ezt pontosan látni, hogy mi történik, meg hogy. Tehát én a Jani bácsit nagyon sokszor láttam bíráskodni, egyszer a BVSC-ben még egy ifi versenyen vezetett, pont, nem is vezetett, hanem pontozóként bíráskodott, és ő az a típus volt, aki annyira beleérte magát a bírkozásba, hogy fölállt a pontozó székből, és befordul csípődobásra, amikor dobták a székben. Aztán pont talán valami honvédos is bírkozott meg a valamelyik embere, és annyira lelkes volt, hogy állt szinte az asztal mellett, és a végén kérdezték tőle, hogy na most ez hány pont? És adjatok 3-at a kudosnak. Annyira lelkes volt, annyira át tudta élni a bírkózást, hogy néha megfelelkezett. Na most ezért mondom, hogy nehéz a bíráskodás, még akkor is, hogyha nem akar csalni az ember. Hát ha csalni akar, akkor meg tudna. Péter, említette azt, hogy hamarosan esetleg egy fontos versenyt rendezhetünk pont az olimpia előtt, ami nem véletlenül is talán még számunkban is volt. Tehát jelen esetben a sportdiplomáciailag nem állunk olyan rosszul, hogy esélyünk van ilyenre. Itt egy fontos sportdiplomáciai hiba történt. Ugye Budapesti Európa bajnokságban egy magyar győztes sportolótól vették el utólag az aranyérmet. Hát igen, a sportdiplomácia az egy nagyon különös és finom szakma, a szakmának lehet nevezni. Ugye azért a birkozásban vannak tényleg tradicionális erős nemzetek, törökökre gondolunk, oroszokra, irániakra, tehát velük azért nehéz felvenni a versenyt. Minden esetben az tényleg egy fura eset volt, hogy Magyarországon ezt meg lehet csinálni. Hát azért vagyunk és azon dolgozunk, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő. Azért visszatérve a bíráskodásra, és talán kicsit védve is a mondja becsületét, hiszen én az utolsó évben, amit bíróként töltöttem a Szőnyegen, és hát ugye olimpiákon is vezettem, beleláttam abba, hogy mi történik valójában a kulisszák mögött, hogy az ember, amikor birkozik, történik valami, néha furcsán néz, összenézzük a csapattal, hogy na ez mi volt, és akkor azt hiszük, hogy ez
Hát belelátva a bíró nem hülye, csak vannak olyan láthatatlan kezek, amik mozgatják esetleg az érdekeket. De azt gondolom, hogy összehasonlítva 20-30-40 évvel ezelőtti bíráskodást, amikor aztán tényleg olyan csak meg lehetett csinálni, hogy bárki páros leléptetéssel lezavarni a szőnyegről, és más lett a világbajnok. Ilyen azért ma már nincs, azért ma már bevezették a challenge-et a birkozásba, a tenisz után szabadon. Tehát a kétes akciókat vissza lehet nézni. Nem mondom, hogy 100%-ban mindig igaza van a bírónak, de a birkozás az egy olyan intuitív sport, és ha szabálykönyvet kéne írni minden egyes esetről, akkor szerintem mindig javaslatosságú lenne, és még mindig minden egyes versenyen elő kellene egy-egy újabb szituáció, amit újra kéne értelmezni. Ennek ellenére ugye van egy 60-valány oldal a szabálykönyvünk, és akkor azok a fő dolgokat tisztázzák, de minden egyes esetnél ugye a bíró kollégákkal szoktunk utólag is vissza és értelmezzük, és tényleg van rengeteg olyan szituáció, különösen amikor két egyforma birkozó kerül össze, hogy tényleg ebben legyen a talpán, hogy megmondja, hogy a piros vagy a kék versenyző kapja az adott pontot. Persze, hogy könnyű bíráskodni, amikor egy könnyebb ellenfélvel kerülnek össze a versenyzőink, mert ott egyértelmű akciókat az könnyű lepontozni. De hát azt gondolom, hogy mindig van hova fejlődni, és de mindig is lesznek olyan esetek, amit elfognak például a versenyzők. Ez az utolsó filmes anyagunkat is nézzük meg. Péterről már beszéltünk. Londoni olimpia bronzmérkőzése, és megvan őszintén, hogy nekem ez a legkevésbé kedvenc birkózó bírom, aki ezt a mérkőzést vezeti. Volt szerencsém őt a szőnyeg mellővény követni a budapesti világbajnokságon, Lőrinc Tamás kapozta a kicsi Paris mérkőzését is, amelyen kiesett, ő vezette. Repültek is a vizes palackot a szőnyegre. Szerencsére nem győződött.
az érmesebben van. És hát itt lenni az edzői, akkor szerintem nem is csodálkoznánk, hogy nem szólnának érte, hogy miért sérül, meg ő ilyesülről, amikor ilyen akrobata mozdulatokra képes, hogy veszélyes is. Szeretném azt, hogy még egy kört végigvennénk, és utána a közönség is kérdezze majd. Jó. Elhangzott itt több vendégen kapcsolatban és ő sportcsalában. Viszont Varga Jánossal kapcsolatban nem, és az ő családjuk aztán igazán sportcsalád. Úgyhogy szeretném, hogyha János bemutatná a családtagjait, akik nem bírkózunk. Hát tulajdonképpen a nejemben a budapesti Honvédban ismerkedtem meg. Ő mint diszkosz dobó volt, hát 62-36 domát, elég messzire volt. De ezek csak a szektoron belül, mert hát ugye sok versenyét végignéztem, szektoron kívül még volt talán 70 méter is. Csak az volt a baj, hogy egyik alkalommal szétszakadt a keresztszalag. És akkor nem bírt úgy forogni, mint ahogy kellett volna, és nem tud tovább. Na most tulajdonképpen ő abszolút tisztán kox nélkül, mert az volt tulajdonképpen a téma, hogy atléták sőemelő eléggé szerették a finomságokat. Aztán elég az hozzá, hogy a végén, ugye amikor már úgy összeházasodtunk, lett egy lányunk. Hát amikor született, akkor mondták, hogy ó, de szép fiú lesz. Ó, azt mondja Gabi, hogy akkor ez biztos birkozó lesz. Aztán mondták, hogy még ilyen vér a lányt. Na, akkor már intett, akkor atléta nem lehet, birkozó nem lehet, hát akkor vívó lesz. És így vívó lett, szerencsére, hát Európa-bajnokságról 6 érme van, 2 arany, 2 ezüst, 2 bronz, olimpiai 4., 6. hely, világbajnokságon is 4. hely, de most is éppen Kubában van, mondjuk a mi pénzünket a szövetség nem fizette ki, összeadtuk hárman, hogy ki tudjon menni, mert szükség a kótákra, hogy a pontokat tudjon szerezni. De ha nem vesz részt a versenyen, akkor nem tudni előre haladni. János, akkor te igazán tudod, ugye, hogy egy jó feleség, az nagyon fontos. Egy jó feleség nagyon fontos ahhoz, hogy valaki ilyen sportoló lehessen. Hátteret biztosítja. Hát tulajdonképpen a jó feleség az a fénynek a jobb oldala. Tehát együtt vigadunk, együtt búsakolunk, ha éppen arra van szó. Hála Istennek nem sokat kell búsakolni, mert a gyerek örömeget okoz. Ha meg nem úgy sikernek a verseny, tudomásul veszik. Hát végelőnyben ezt meg kell érteni, hogy nem azért kap ki esetleg, mert nem akar, úgy sikerült. Ha jó feleségről beszélünk, akkor mutassuk is már be. Szeretném, hogyha talán legalább tapsoljuk is fel. Péter esetében már nem így járnyelről beszéltünk, tehát ez egy jó feleség is kell ahhoz, hogy mondjuk egy bajnokásában. Ennél egyet akarok mondani, hogy ugye a feleségem is Varga Gabriella, meg ugye én is Varga vagyok, a kicsi, az pedig a Vargák Vargája. Jó, hát a farkasok farkasát nem tudjuk megtartani, mert nincsenek itt, de egy Péternél is van sok farkas a családban. De Péter, veled kapcsolatban azt kérdezném, 89 és 92 között gyakorlatilag szinte minden megnyertél, azért az olimpiáról, csak egy kicsit olyan hektikussá vált a te pályafutásod. Úgy sokkal nehezebben jöttek az eredmények, súlycsoporttal is, tehát itt a 82 és a 100 kiló között ingadoztál. Igazából 3-4 év úgy telt el, hogy Farkas Péterről nem is tudtuk, hogy
elfelejtett, vagy azt gondolt, hogy elfelejtett birkózni, majd jött az Atlantai olimpia, előtte volt az ominózus erdő, összekaptad magadat, és újból ki tudtál jutni az olimpiát. Mi volt az olimpia? Mit történt akkor? Mivel megnyertem mindent Barcelonával bezárólag, de igazából nem maradt motiváció. És a fogyasztás is sok volt, ugye kezdett egy kicsit elegem lenni a glükózásból, egy évet teljesen kihagytam. Két hónapot készültem a Stockholm világbajnokságra, az nem úgy jött össze, és akkor utána még egy évet szinte teljesen. És aztán a prágai évére így összeszedtem magam, és utána jött a Pesti edzőt. Egy kicsit elegyedett. Birkózó, gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy egész életében birkózó maradt, de a sportákra való kapcsolatod az meg tud maradni? Tehát kapcsolatban vagy, hiszen Jánosról is, Péterről is tudjuk, hogy a sportákra nagyon szoros kapcsolatban maradtak évtizedes, tehát a pályafutásnak évtizedet kezdett a bajták, rólad nem tudjuk, tehát a sportágban mennyire tudjuk? Én ugyanúgy, tehát hogy akármelyik birkozó barátomnál van disznóvágás, akkor nem viszik. Megmaradtak a kapcsolatok, csak nem a sport területén. De edző legyél, bíró legyél, szeszetes jutott? Nem, hát még a hegedűs csodaféle gárda, ők felkértek. De hát sajnos azóta ugye választások voltak, és hát az új ére ez nem biztos, hogy szemre állásképpen, hát ha nincs állás, hogy semmi nincs állás. Megint feladtad a labdát. Péterék... Történt a választás, nem is valami. Nem egyszerű választás történt, itt azért a média és a közfigyelem gyakorlatilag sosem veszte ekkora figyelem egy tisztúító, egy sportágon tisztúító közgyűlésért, mint a birkózásért. A félig megint már ilyen politikai ügyé fajult ez a történet. Mi történt itt a háttérben, és mi várhatott az új elnökségtől? És ebben majd kérdezem a két urat is, hogy milyen szerepe lesz ebben, mert jól tudom, lesz az én szerepem. Hát igen, ugye szokták ott mondani, hogy mindegy, hogy pozitív vagy negatív, csak beszéljenek valamiről. Kétség kívül, hogy azért az év elején az egy csendes szezon a sportágban is, hiszen nincs foci, nincs formány, úgyhogy... Az időzítették. Jó, igen, ide időzítették, hogy erről beszélnek az emberek. Történt egy tisztulítás, hogy Hegedűs Csaba 23 évig vezette a magyar birkózást. Rendkívül sokat köszönhetett neki a magyar birkózás, de ugye még minden egyszer véget ér, és azért a 20-valány évig csinálja ugyanazt. Érezhető volt már a vezetésen, hogy kell a motiváció, ilyen kiégettség, stb. Tehát nem voltak nyitottak az új dolgokra. Azért a világ birkózása változott, ugye a FIDA is átalakult UVV nevű szervezetté, ott is rengeteg változás volt, Hegedűs Csaba az új szervezetbe se került be, tehát ennek már meg volt egy előszere, hogy itt várható változás is Magyarországon. A klubok többsége egyszerűen úgy döntött, hogy ugye 70-50 arányban nem őt támogatta, és hát bízunk abban, hogy az új vezetés nyitott lesz az új dolgokra, és megpróbálja megújítani a sportágunkat. Ebben természetesen számítunk mindenkire. Jani bátyaképpen 3 hete kapott az elnökségtől támogatást arra, hogy ugye a nemzet sportolói közé válasszák, az ugye talán tegnap így, hogy ez most nem sikerül, de hát természetesen ezt nem adjuk fel, és reméljük, hogy előbb-utóbb a megfelelő helyet fog kerülni. Palkos Petit pedig hát bíróként többször testáltam, hogy próbáljak ilyen ezt az oldalát is, de hát erre nem volt kapható. Azt gondolom, hogy Kocsis Feri az edzője, most a ifjúsági olimpiai válogatott mellett edző, és jeleztem neki, hogy jó lenne a Farkas Petit is bevonná a munkába, hiszen az ő tapasztalata és csípéssége, azt gondolom, hogy minden ifjú birkózó számára tanulni van. Most így ért két mellett.
Alakult egy 13 plusz 1-es reformkár, ebből azért pár percet említsünk meg, hogy mik azok az új reformok, amit várhatunk. És ugye jól hallottam, van egy ilyen bajnokok és mesteredző tanácsa, és ami pedig pont kimondottan Varga János, Farkas Péter és az Köki Nagy bajnoknak a szakmai bevonását a gyilkozásba jelentenének. Hát a hétvégi Magyar Nagydíjon, ami egy rendkívül nagy verseny volt, a világbajnokságok után a legnagyobb nemzetközi verseny, 27 ország 250 versenyzője vett részt szombathelyen ezen a napdíjon. Ott jelentettük be a bajnokok és mesterek tanácsának megalakulását, amelynek tiszteletbeli elnöke Varga János lett. Az ő feladatuk az, hogy mint egy szenátusként, vének tanácsaként segítsék a mai kor birkozóit, ajánlásokat fogalmazzanak meg az elnökség és az edzők számára, valamint szeretnénk őket minden ilyen komoly versenyre vendégül látni, és hát a világversenyeken is együtt képviselőjüket a Birkózó Szövetség vendégeként kiutaztatni, hogy a múlt és a jelen összekapcsolódva mutasson egy fényes jövőt. És Péternek a helyét ebben a rendszerben hol lehet megtalálni? Hát mint olimpia, világ és Európa-bajnok természetesen el is örökös tagja ennek a bajnokok és mesterek tanácsának, és én testálom arra, hogy adja át a tudását edzőként és tanácsadóként is a mai fiataloknak. Mert ezt majd reméljük, hogy most a kötetemben kívül beszélünk. És akkor Péter, még egy mondat akkor veled kapcsolatban, hogy itt változott a súlycsoport 55-ről 59 kilóra, ami azt jelenti, hogy neked jobban nehezebb súlyú embereket kell eldobálnod, ugyanúgy, ahogy ezt a Dán versenyzővel is tette, egy múltig Dán versenyzővel is tetted. Mit jelent ez? Kedvez neked, nem kedvez, vagy mi az, amiben érzed, hogy változás van, és változtatnod kell esetleg a felkészülésben, a taktikában? Sajnos nem úgy érzem, hogy kedvezne ez a súlycsoport változás, hiszen akkor még 55 kilóba birkoztam, nagyobb volt a súlyom, mint most, úgyhogy nem annyira kedvez. Egy 57 kilónak jobban örültem volna. Ez most így alakult, igazából mindig el kell fogadni a szabályokat, amik vannak, márhoz kell alkalmazkodni. Úgy gondolom, hogy hát ez hát lassú folyamat, hogy beleerősödjön az ember egy súlycsoportba, hiszen ott onnan, ahogy a volt 60 kilósok lemennek ugye 59-re, akik azért elég nagy súlyról fogynak le. Úgy gondolom, hogy ez egy lassú folyamat lesz, de hát reméljük, hogy bele tudok megerősödni. Neked ugye Csonti a beceneved, neked sokat kellett egyébként az 55-höz fogyasztani? Hát az 55-höz volt olyan, hogy 8-9 kilót fogyasztottam most már a végére, az már úgy elég soknak tűnt. Főleg két... Te is 60-ról mész te 59-re most? Hát most ilyen 63-64 körül vagyok, de azért más az, hogy én jó lakban vagyok 63-64 kiló, mint például... És ott van most ugye volt 55 kilós iráni, aki szerintem ilyen 69-70 kilóról lejön, és azt szerintem nem jól lakottam 68-69 kiló, az más azért. Na, hát akkor közönséghez fordulnék, hogyha esetleg valakinek lenne kérdése. De ha nem közben, akkor egy fél mondat erejéig azért itt a közönség soraiban a helyi birkózás színéjóba is ott ül. Ezt inkább a vendégeknek mondanám, aki nem tudja, hogy Péter persze, meg két Péter tudja. Kertvárosi Sportegyesület, úgyhogy akkor lehet, hogy ki is használnám, és akkor a vezetőedzőnek Forrai Attilának odaadnám a mikrofont, azt mutasd már be nekem létszert ezt a szakosztályt, hogy mit kell tudni, hányan vagytok, hova jutottatok, milyen eredményeitek vannak, és mi várható tőletek a közeljövőben. Szeretettel köszönöm mindenkit, kicsit meglepett, nem számítottam nyilván a szereplésre, de megragadnám a hallgatót, hogy mi egy ilyen 5,5 éve az egyesület vagyunk. Kezdetben egy-két fővel, egy-két hónapig, úgyhogy elég nehezen ide beindultunk. Jelen pillanatban gondolom olyan 60-65 fővel rendelkezik az egyesület. Legerdélyes a versenyző Mondos Peti, aki világbajnoki bronzérmet szerzett már nekünk a tavalyi évben, de még a felnőttek sorát erősíti Tompa Viki, szeretném megmutatni a Junior. Pap Arnoldot, aki szintén Junior Ebi 5. volt két évvel ezelőtt,
és hát most nincs itt a sorainkban a saját nevelésű legeredményesebb versenyzők, az országos bajnoki címet szerzett, 4 éve birkózik, és tudni kell, hogy azért én a mi sportágunkban, hát megmondják, akik előttem beszéltek, hogy itt azért évek kellenek, hogy elérjék az országos bajnoki címeket, és arra büszkék vagyunk, hogy tényleg bírói a kis erdő korosztályban országos bajnoki címet szerzett, és 4 éve birkózik, vagy akár a Rein testvérek, akik 3-an is képviselik itt, azt hiszem, itt vannak a Rein Miki, Rein Gyuri, Rein Peti, Peti, szintén országos bajnoki érmeket szereztek, bronzérmet, ezüstérmeket. Kis berdobálási betegség, aki nincs itt, diákolimpia győztes és országos bajnoki címet szerzett, akkor Onodi Tomi, aki országos bajnoki 3., Barna Zsombi, szintén országos bajnoki helyzet. Tényleg az van, hogy 5,5 év alatt küzdöttünk fel ide magunkat, hát tavalyi évben 19-et lettünk a 126 egyesület közül, jól tudom, 19-et lettünk, szerintem elég szépen haladunk és dolgozunk, és reméljük a június közepe tájt vége fele megépül a saját kis termünk, ami itt is ilyen velünk szemben lesz. Hát ez úgy gondolom, egy újabb lépcsőfok fog az, hogy kényelmesebben és sikeresebben versenyezünk. Tavaly életünkben először sikerült elindulnunk a felnőtt másodosztályú csapatbajnokságon, de ezt azért említeném meg, mert itt van a sorainkban egy olyan versenyző, és nagyon mosolyog, hogy nem megtettük. Pont a csonti sérülése miatt nem tudott elindulni a csapatbajnokságon, és hát kellett nekünk egy beugró. És egy nagyon-nagyon kedves barátom, dr. Sajna Ákos, aki Ákos légy szívesen beugrott, és hát ő birkózta a 66 kilót és a 70 kilót, ugye? 70 kilót, igen. És hát tudni kell, hogy Ákos hát közel a 40-hez, hát ugye 40 éves vagy most már, és 6 meccset kellett birkózni. Lefogyott nekünk, a kedvemért lefogyott. És hát tudni kell, hogy a második meccsen 6 bordája eltörött. 6 bordája eltörött, aztán tudom, hogy birkózott 4-et, abból nyert 3-at, és akkor mondom neki, hogy Ákos, mi az, hogy Atikán? Ha én fogom a körgetést, az is fáj. Ha jobbra fordulok, az is fáj, ha balra fordulok körülbe. Úgyhogy egy nagyon nagy tapsot, mert egy hős volt az nekünk. Végül kell azt, hogy is van előmódja, hát zenitai számozásról, hogy egy szerb állatot, hogy junior végig a 6. kezdet volt, tehát ez azért képzett birkózás. És szintén szeretném megemlíteni, és nem beszéltünk róla, és a oroszlán része volt az egyesületünk alapulásában is, és a, akár az említett Csévér és Ancsin Lászlónak, aki a kedves egyesületünk. Kiemelni nagyon sokat köszönt az egyesületnek itt, és tavalyban Csévér úgy szintén bevállalt ki a meccset, nyert is, hát fiatal kellene, hát utána, hogy felhívtam este, ez az öreget, hogy Laci, hogy van, két fájdalom csinálok, tehát nagyon-nagyon kellemes kis történetek, és visszatérve mégis az egész egyesület az, hogy el tudott annak idején indulni, az tényleg a Lacinak is egy hatalmas a minden, és a nagy tapsok mindenféleképpen, mert az, hogy itt az köszönjük szépen, és bízunk benne, hogy egyre jobb eredményeket fognak elérni azok a fiatalok, akik 5,5 évvel ezelőtt elkezdték a pályafutásukat a kerületben. Bacsa Péter itt meg lett említve, ugye ennek az egyesületnek ő volt ezidáig az elnöke. Ez most azért változni fog itt a szereposztás miatt, meg az összeférhetetlenség miatt, ha jól tudom. Neked le kell mondanod, vagy már le is mondtál, nem tudom az elnökségről. Nem? Mehetsz? Elvileg Birkózó Szövetség elnöke összeférhetetlen más egyesület elnökével, az alelnököt nem, úgyhogy... Maradhatsz? Mert legutoljára, amikor beszéltünk, úgy volt, hogy nem, de akkor ezek szerint maradhatunk. Több emberen, de súlyt lesz környéken majd. Na, hát akkor biztos,
kertvárosi sportdiplomáciai siker, úgyhogy egy biztos háttér megmarad a keleti egyesületnél, és legalább az a munka, amit elkezdtél, folytathatod, és hiszen tényleg nem sokára egy birkózótermet fognak itt átadni, egy vívó és birkózótermet, ami ennek a sportának tényleg egy nagyon nagy lökést adhat. Kérdezem azt, hogy kinek lenne esetleg kérdése az itt jelenlévő sportolókhoz. Valami olyan téma, amit nem érintettünk. Laci? Téma Varga Jani bácsitól kérdezni, hogy a kedvenc fogása, úgy tudom, hogy ezzel hogy különleges volt. Hát, tulajdonképpen mondom így út az egész, hogy hát, hosszú karjai voltak. És féljárom, dupla járom, ez kedvenc fogásai voltak. Sőt, volt olyan, hogy amikor befogtam a dupla járót, ellenálltak, és akkor hátra vágtam. És akkor onnan ideadottam, meg onnan fektettem meg az ellenfelet. Úgyhogy az mellett aztán ugye nagyon sokat. Hát olyan, hogy gyakorlásképpen, amikor befejeződött az edzés, fogtam a bábot, 150-et, 200-at dobtam vele. Már csak azért, hogy szokjam az eséseket. Igaz, hogy a hónomáról majdnem lekopottam őket, de muszáj volt gyakorolni. Úgyhogy csípő, szaltó, szupli, amit bábúval lehetett csinálni, azt mindent megcsináltam. Na most ugye nem egy egyszerű, ahogy már beszéltük is, hogy a birkózó sport nem egy leányálom. Itt nagyon keménynek kell lenni, és szeretni kell a birkózást. El kell viselni, ha esetleg veszít az ember, azt is el kell viselni. Mert lehet, hogy egyszer veszít, majd utána ötször győz, és akkor már is van simulva a veszteség. Az első versenyben még valamikor 55-ben, 56-ban Jászberényben voltunk, hárman voltunk egy súlycsoportban, már az én súlycsoportunkban, és egyik gyerek tussal vert, meg a másik meg pontozása. De a sorban ott van azért az éve, mert a borozérmet én kaptam meg, úgyhogy gyűjteményben ott van szépen. Nincs mese az embernek, nem szabad elkeseredni. Ha valami nem úgy megy, gyakorolni kell. És akkor rendben. Köszönjük. Van-e valakinek esetleg még kérdése? Péter bácsához bíró küldésre. Most egy másik Péterrel beszéltük, hogy nem a csonti meccsén volt, az, hogy egy 5-10 percig váltunk, mire bíró lesz Londonban. Fönn voltak a szörnyegen a és akkor jött ez a hölgy, ugye, akit láttunk. Igen, most nem tudom, hogy visszat lehet majd nézni, a hölgy napszemüvege föl volt tűzve a fejére, és abba ment föl, mert azon a napon már a szervezetet egy vagy két mérkőzést, és azért az olimpián hatalan bíró szerepel, és ugye egy délutáni programban van. Nem, most ő azt gondolta, hogy azon a napon nem fog szerepelni, de levette a bírói szerelést, napszedőnyet vagy a szemüvegét föltette a fejére, és ugye szokás az a bíróknál, hogy csak a meccs előtt tudják meg, tehát előtte egy-két perce, éppen azért, hogy ne lehessen esetleg ott bármiféle összeesküvést szülni, mindig előtte szólnak, egyrészt nem is találták a hölgyet, amikor előszedték, akkor már kezdett töltözni, és valószínűleg ez lehetett annak az 5-10 perces csúszásnak az oka. Mert felültünk is, amit én is, amikor megvártam a hölgyet. Most is Peter azt szeretném, hogy igen, most látszott, hogy levette. Igen. Szóval neki, hogy a fején van valami, nem oda való. Hát igen. És itt potlatozott ezt viszont. Farkas Peti mondta, hogy a hírkozásot kezdett el lefele menni, amikor a nőket felengedtük a szőnyeket bírónak. Elmégy most, hogy megsértek bárkit, de hírkozás az egy olyan sportág, amit csak tud valaki megítélni, ha csinálta is. És ugye a női hírkozás az 10-15 éves hagyományra tekint vissza, előtte nem volt a indítás, és hát tényleg ezt csinálni kell ahhoz, hogy érezze az ember azokat a finanszki dolgokat. A másik, hogy mindig a bírókat bántják, hogy csalnak.
íróként látni olyan, hogy esetleg Bunda van, vagy Robert López a Rizával, Isztambulban, vagy ilyesmi? Hát azt, azért azt el kell mondani, hogy a hazai pálya egy kicsit mindig lejthet. Csak nekünk. De kivéve Magyarországon néha. De most már azt gondolom, ilyen nagyon látható csalás már nagyon ritka. Kisebb versenyeken előfordul, de azért egy világversenyen sokkal ritkább, mint mondjuk egy 20-30 éve volt. Akkor tényleg olyan dolgok belefértek, hogy utólag visszanézve azt mondom, hogy hát nem is tudom, hogy történhetett meg. Tényleg nem akarom védeni mindegy becsületét, mert itt már látom, hogy ugye biztos megedíteni, mert ezt a ritkán nem mondom. Inkább adom a Farkas Petinek, ez csak díjazás kérdése volt, egyszer is egy matur emlékverseny, ahol kitalálták, hogy ami 90 centi színes tévét kap, az, aki a leghamarabb győz. Fölment a Repka meg a Takács, és csináltak egy 4 másodperces túszt, amire azt mondták, hogy ez nyilvánvaló csalás volt, az fog nyerni, aki a legtöbb pontot csinálja a meccsen. Tehát az a győztes, aki a legtöbb pontot csinálja. Így birkoztunk a Komáromival egy 14-12-es meccset. Azt mondták, ez is csalás volt. És a végén odaadták azt a legeredményesebb külföldi versenyzőnek, mert az nem is értette, hogy most tudod. Van-e valaki, hogy esetleg még kérdezzen valamit? Kényes kérdést akartam föltenni Farkas Péternek. Nem, bocsánat. Én is Péter vagyok amúgy, és gratulálok a eredményekhez Péternek. Igen. De nem birkózó. Nem. Fociztam, meg atlétizáltam, tehát sportoltam én is valamit, de fiatal koromban. Na, lényeg az olimpiai járadékkal kapcsolatban, hogy most mi a helyzet Péter ebben a dologgal? Mert úgy tudom, hogy ezt elvették. Miért ez megint más téma, de hogy lehet ezt újra kapni, vagy kérvényezni, vagy mi van ezzel kapcsolatban? Jelenleg az a törvény, hogy a büntetésnek a dupla. Tehát ez 7 évet kaptam, és még plusz 7 évet. Tehát 14 éve vették el összesen. Úgyhogy végül is nyugdíjként jó lesz majd a megbeli. Tedd hozzá, hogy előtte sem te kaptad, hanem édesanyád. Ezt nekem elárultad egyszerűen. Nem én használtam fel. De kaptad persze, csak én használtam itt. Valaki esetben még? Ja, és akkor most miből élsz? Tehát mi érzem? Tehát van valami, amiben... Az Ancsi Laci megszokott így elvédelni. Édesanyám a nyugdíjában egy reggelire, tehát... Nem, van a Kerepesi úton a régi Mazda szalon. Nem tudom, hogy aki ismeri. Ott most indult egy autókereskedés, most ott próbálok. Hát, Bocsó Péternek mondjuk, hogy minél előbbet kell neki találni a birkózásba. Tehát ilyen tehetség ne fecsérelődjön el egy autószalomba. Farkas Péternek szüksége van a magyar birkózásnak szerintem. Mai estének ezt konklúziók én meg is húzhatjuk végére. Én úgy gondolom, hogy eljutottunk. Szerintem akkor annak a programnak a végére egy üzenetet talán meg lehet fogalmazni. Hát egyrészt nagyon szurkolom Bódos Péternek, hogy meggyógyuljon, másrészt nagyon szurkolunk, hogy kijusson az olimpiára, harmadrészt meg azért nagyon szurkolunk, hogy beteljesítse azt a vágyát és eltökéltségét, hogy olimpiai bajnok legyen, és akkor egy év múlva találkozunk egy rendezvényen, akkor már úgy beszélhetünk, hogy egyel több kerületi birkózó olimpiai bajnokunk van. Többi vendégnek is nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és akkor még egyszer a szót visszaadnám Barovicz Tamásnak, a klubunk elnökének. Hát először is meg szeretném köszönni mindenkinek részvételét. Úgy érzem, legalábbis magamban, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és sok érdekes fogást tanultunk.
hogy kell lebírkózni a nehézségeket. Nem az ellenfeleket, mert mi nem bírkózunk a nehézségeket. És remélem, hogy a Varjú klub is leküzdi a nehézségeit. Szeretném megemlíteni, most 8. évben működik ez a klub, és a jelenlévő 4 vendégünk a 94. olimpiai bajnok, világbajnok, egy világbajnoki helyzet. Tehát ezzel birkózunk, és szeretnénk sokáig még találkozni hasonló sportolókkal, megismerni őket, és még jobban a szívünkbe fogadni nem csak az olimpiai bajnokokat, hanem mindazokat, akik a magyar sportért tesznek. Engedjétek meg, hogy a Varjú Vilmos olimpiai baráti kör ajándékát átadjam a jelenlévőknek. Még egyszer köszönöm mindenki részvételét, és várunk benneteket.